Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Egy testvér családnak az életébe fogunk ma belepillantani, és nagyon érdekes, hárman voltak testvérek. Nem tudom, hogy van-e itt közöttetek olyan, akik hárman testvérek. Nálunk pont így van. Van egy húgom és van egy öcsém. Ebben a családban úgy születtek a gyermekek, hogy elsőnek született a lány, és utána született kettő fiú. És hát nem tudom, hogy a testvérek között hogy szokott nálatok kialakulni, akiknél több testvér van, akár kettő, három, négyen testvérek, hogy ki a főnök, ki a vezető a tesók közül, akár gyerekkorban, akár felnőtt korban. Hát általában volt egy különleges jog, az első szülöttségi jog, ő volt a család papja, a család lelki vezetője. Nagyon érdekes, hogy ebben a családban nem így volt, hanem a legfiatalabb fiú, elképzelem, hogy jelen pillanatban a mi esetünkben az öcsém, lenne a vezető, a főnök, és a két nagyobb testvér, a báty és a nővér, ők pedig a harmadik testvérüknek, a legfiatalabb testvérüknek a segítőtársai kellene, hogy legyenek. De mielőtt megmondanám, hogy kik ezek a bibliai szereplők, még szeretnék egy dolgot felvetni. Nem tudom, hogy kinek milyen célja van még az életében. Kedves Éva nénit hoztam magammal, és beszélgettünk egy pár szóban, és beszéltünk a kertről is például. Én is magam nagyon szeretem a kertet, de ez volt az első év, a 20 éves nágocsi ott tartózkodásom alatt, hogy nem termeltem semmit a kertben. Némileg mások az én akadályaim, mint kedves Évanének az akadályai. Ő is szereti a kertet, mint ahogy én is. Neki más problémái vannak, mint nekem. Nekem nincs időm rá, hogy azokat a növényeket, amit még tavasszal lelkesen elültetnék, és még egy-két hétig a gondját tudnám viselni, hogy akkor én ezt tudnám folytatni, mert a nyáron már nem lesz rá időm, mert két hétig például táborokban voltam az elmúlt időszakokban, és nagyon sok olyan akadály volt, ami miatt nem tudtam elvégezni ezt a feladatot. De bizonyára vannak más céljaitok is, akár az, hogy telefonon felhívjatok valakit, vagy imádkozzatok valakiért, és ezek az akadályok sokszor nagy bánatokat okoznak nekünk. Például nem tudom, hogy előfordul-e veletek a feledékenység. Valakiért akartok tenni valamit, és elfelejtitek. A héten fordult elő velem, hogy évnyitó értekezlet volt az iskolában, ugyan óraadó vagyok csak, és nem kötelező ott lennem, de kedden délelőtt 9 órára föl kellett volna menjek az iskolába, és 9:30-kor jutott eszembe, nem tettem be a jelzést a telefonomba, hogy nekem ott kell lennem, és hát bizony az értekezlet egy részéről lemaradtam emiatt, és szégyeltem is magam, de a feledékenység is sokszor akadály az ember életében, hogy valami hasznos dolgot elvégezzen. Nos, amit végig fogunk tekinteni ma, annak egy ilyen címet lehetne adni, hogy lázadás ellenkezés, vagy tisztelet engedelmesség. Ennek a három testvérnek az életébe fogunk belepillantani egy rövid igéz tanulmányozás erejéig, Mózes 4. könyve 12. fejezete szerint, úgyhogy akiknek van bibliájuk, érdemes is majd akár az igéből is, vagy kivetítve is ezt az ige szakaszt figyelemmel kísérni, az egész fejezetet végig fogjuk tekinteni, Mózes 4. könyve 12. fejezetét. Szerintem többen sejtitek, hogy kik azok a szereplők, akik ebben a fejezetben megjelennek, ki az a legfiatalabb, aki vezető volt, és segítőtársai lettek volna az ő bátyja, és az ő még idősebb nővére, Mózes, és az ő két testvére, Áron és Miriam, így is van. Azt tudjuk, hogy Mózes és Áron között körülbelül olyan 3 év lehetett az ő életkoruk között, és tőlük még valamivel idősebb volt Miriam. Így születtek egymás után a csemeték, a gyermekek. Mózes élete már kiskorában nagy veszélyben volt. Nem tudom, hogy emlékeztek-e, amikor megszületett Mózes, ki volt a testvérek közül, aki figyelt rá és vigyázott rá? Miriam. Bizony, Miriam volt jelen így az életében. Tehát Miriam tulajdonképpen az életét mentette meg már pici korban is Mózesnek, sőt olyan bátor és bölcs volt,
hogy amikor ott volt a fáraó lánya, tudjátok, hogy mit kérdezett a fáraó lányától? Hogy van-e, aki szoktassa a gyereket? Még egy picit másként kérdezett, de nagyon jó, amit mondasz. Elmenjek-e, és hívjak-e én? Majd én hagy válasszak valakit, aki szoptassa ezt a kicsin gyermeket neked, a te részedre. Nem tudom, hogy amikor éppen egy halálos ítélet van kiadva a megszületett zsidó gyermekekre, akkor merném-e a saját édesanyját hívni a gyermeknek, hogy akkor majd az jókébed, majd akkor szoptatni fogja ezt a gyermeket. Miriam egy nagyon bátor, egy nagyon határozott kiállású lány volt már gyermekkorában is. Gondolom, hogy ez a fajta tulajdonsága megmaradhatott neki végig az ő életében. Áron talán egy szerényebb, kicsit alkalmazkodóbb típusú volt. Hát gondolom, hogy Miriamhoz is alkalmazkodott ő, mivel hogy Miriam azért egy vezető, alkatú személy lehetett az ő családjukban. Amint ígértem, Mózes 4. könyvéből a 12. fejezet első 3 versét fogjuk olyan szemmel felidézni, hogy elfogadta-e Miriam azt, hogy Mózes a zsidó nép vezetője, és itt kétféle szempontból. Nézzük meg a mai alkalommal a történetet, két aktualitása van. Mi van, hogyha valaki azoknak a terheknek a hordozásában, amely rátok méretet valaki akadályoz, ebben az esetben Mózes életét nézzük meg. Mózes Isten gyermekeként hordozta a zsidó nép összes nyűgét, baját, terhét. Mi van, hogyha ti is hordoztok egy csomó terhet, felelősséget a gyermekeitekért, a családjaitokért, a munkaterületetekért, a szomszédaitokért, vagy akár a saját üdvösségetekért. Hordoztok egy csomó terhet, és valaki ebben akadályoz, keresztbe tesz, bosszant benneteket, háborgat, akkor hogyan kell ezt a helyzetet megélnünk, vagy hogyan érdemes? Ez lesz az egyik oldal, amit megnézünk. De a másik, gondolom ez azért nem sok emberrel fordul elő, hogy valaki, aki tőletek esetleg tapasztalatlanabb, vagy tőletek fiatalabb, mégis őt kellene valami okból kifolyólag követnetek, hogy ezt hogyan hordozzátok, vagy hogyan viselitek, neki kellene szót fogadnotok. Ugye minél előrébb jut az ember az életéveiben, annál inkább úgy van vele, hogy bölcsebb, okosabb, értelmesebb, és ugyan ne a fiatalabb mondja már meg neki, hogy miről, mit és hogyan gondolkodjon, mit és hogyan tegyen. Ha bárkit ilyen kísértés fogna körbe, akkor is aktuális lehet ez a történet, ez a másik nézőpontja. Tehát az egyik nézőpont a Mózesé, hogyha valami feladatotok van, amit el kell végeznetek, és ez egy jó cél, és abban keresztbe tesz valaki, akkor hogyan lehet ezt a terhet hordozni? Viszont, hogyha veletek fordulna elő az, hogy nem tetszik, hogy valaki mást jelölt ki a Jóisten arra, hogy tanítson, vezessen, irányítson, és ez zavarna benneteket, akkor hogyan viszonyuljunk ehhez a helyzethez? Kerüljön elő akkor Isten ígéje, Mózes 4. könyve 12. fejezet első 3 verse szerint. Miriam pedig és Áron szóltak Mózes ellen a kúsita, pontosabban midiánita asszony miatt, akit feleségül vett, mert kúsita asszonyt vett feleségül. És mondták, avagy csak Mózes által szólott-e az Úr, avagy nem szólott-e mi általunk is, és meghallotta az Úr. Az az ember pedig Mózes igen szelíd volt, minden embernél inkább, akik a föld színén vannak. Mózes, azt olvassuk az igében, hogy egy nagyon szelíd ember volt. Mózes nem akart vezető lenni. Nem tudom, hogy tudjátok-e azt, hogy Mózes, mikor Isten elhívta, hogy jöjjön szolgálni, akkor ő ezt milyen lelkesedéssel fogadta. Amikor ott a csipkebokornál, a bárányok legeltetése közben Isten megszólította, és azt mondta, hogy menjél el Egyiptomba, és hozd el a népet, akkor Mózes azt mondta, hogy végre, Uram, most már elérkezett az én időm, és most már akkor mehetek, és végezhetem azt a munkát.
Vagy másként fogadta Mózes ezt az elhívást? Másként. Képzeljétek el, annyira ellenkezett Mózes, hogy Isten megharagudott rá. Nem tudom, hogy volt-e olyan, amikor Isten valamilyen feladatot kért tőletek, és azt mondtátok, hogy na, mi ezt nem. Istenem, küldj, akit csak akarsz, de én ezt a feladatot nem vállalom el. Akár azért, mert túl nehéznek tartom, nagyon félek tőle, vagy talán azért, mert nem vagyok olyan lelkiállapotban, hogy kisebb dolgokat is el tudjak fogadni. Minden esetre Mózes ezt az egész szolgálatot, ráadásul ez egy rendkívüli szolgálat volt, egy 2,5 milliós népnek a vezetőjévé lenni, és elhozni őket, és nem Miriam és Áron volt az, aki először borsot tört Mózes orra alá. Hanem kezdtük a fáraóval, aztán a saját családtagja ott, hogy miért mentél el a fáraóhoz, most még rosszabb nekünk. Akkor a fáraó nagyon sokszor szembeszállt még Mózessel, utána ott volt a Vörös-tengeri átkelés, akkor is lázadtak, és ezóta már nagyon-nagyon sok lázadás eltelt. Hát ki az, akinek a védelmére számítunk leginkább ilyenkor? Amikor nagyon nagy terheink vannak, amikor nagyon nagy felelősségeink vannak, nagyon sok ima küzdelmünk van, akkor ki az, akinek a védelmére legalább szeretnénk számítani? Hát te már nagyon bölcs vagy. De a család. Értitek? A család. És nem véletlenül kezdi ki Sátán mai napság a családokat. Nem véletlenül. Mert onnan nem várjuk azt, hogy minket támadás és hátba támadás érjen és baj érjen. És mit kellett most Mózesnek itt megértenie? Kerestek egy hibát Mózesben. Egyébként, ha utána tekintünk, az igében Mózesnek nem Kúsita, hanem Midianita felesége volt, és azon családból még, ahon annak idején Izsák és Jákob is nősült, tehát olyan helyről, amit Isten jóvá hagyott. És nem direkt pogány feleséget vett magának Mózes, de mivel arról a vidékről származott Mózes felesége, ezért hát, ha nem veszik észre ezt a kis tuplisságot az emberek, hát akkor kezdjük el körbe susárolni, vagy körbe suttogni Mózest, hogy hát bizony Cipporát, Mózesnek a feleségét jobban előtérbe helyezi Mózes, mint minket. Féltékenyek kezdtek lenni, és hát úgy gondolta Miriam, hogy ne Cippora legyen a zsidóknál a nőknek a vezetője, hanem ő legyen a vezetője. Természetesen az egy jó hírem mindenkinek, aki valami nagy feladatra vágyik, hogy Isten gondoskodik róla, ha alkalmasak vagyunk egy feladatnak az elvégzésére, hogy oda is kerüljünk. Tehát nem kell soha irigykedni azokra, akik valamilyen pozícióba kerültek, mert ha Isten bennünket erre alkalmasaknak lát, akkor biztos, hogy gondoskodni fog róla, hogy ezt a munkát végezhessük. És amikor annak eljön az ideje. No de, azért itt volt Mózes, hogy mindenképpen azt gondolta, hogy azt gondolta, hogy majd Miriam és Áron segítségére lesznek. Hát úgy néz ki, hogy ebben a két testvérben csalódni kellett. Az időre való tekintettel a vázlatból tudjátok elolvasni a Pátriárkok és Proféták című könyvből, Ellen White írásából egy idézetet is ide választottam. Nos, tehát az alaphelyzet, ha most itt rajzolhatnék, vagy kivetíthetnék, akkor a három testvért vetíteném ki elétek, és Mózes tenném mondjuk a jobb kezetek felől, a bal kezetek felől a két testvért, és így mutogatnának Mózesre, Áron és Miriam, hogy hát Mózes miért Cipporát részesíted előnyben velem szemben, vagy engem háttérbe szorítva. Legalábbis Miriam így érezte. Nos, akkor ott van ez a három szereplő, képzeljétek el a szemetek elé őket, és akkor jön a Jóisten. Mit gondol Isten erről a helyzetről? Tekintsük tovább Isten igéjét a 4., 5., 6., 7., 8. és 9. vers szerint, tehát 4-től 9-es verset fogom felidézni. Mindjárt
Mondta azért az Úr Mózesnek és Áronnak, Mózesnek, Áronnak és Miriamnak: menjetek ki ti hárman a gyülekezet sátorába. És kimentek ők hárman. Akkor leszállt az Úr felhőnek oszlopában, és megállt a sátornak nyílásánál, és szólította Áront és Miriamot, és kimentek mindketten. És mondta: halljátok meg most az én beszédemet, ha valaki az Úr prófétája közöttetek, én megjelenek annak látásban vagy álomban szólok azzal. Nem így az én szolgámmal, Mózessel, akit az én egész házamban hű. Szemtől szembe szólok ő vele, és nyilvánvaló látásban, nem homályos beszédek által, hanem az Úrnak hasonlatosságát látja. Miért nem féltetek hát szólani az én szolgám ellen, Mózes ellen? És felgyulladt az Úr haragja ő rajtuk, és elment. Régóta foglalkozom azzal, hogy Istennek milyen érzései vannak. Nagyon sokféle érzése van az jó Istennek, neki is vannak érzései, érzelmei. Itt azért sikerült Miriamnak és Áronnak felgyújtani a Isten haragját. Nem tudom, hogy veletek előfordult-e az, hogy tettetek-e már olyat az életetekben, amikor arra lehetett gondolni, hogy na most akkor az Istennek van némi haragja veletek szemben. Minden esetre ebből a történetből azt látjuk, hogy Miriamra és Áronra nagyon haragos lett a Jóisten. És milyen érzés lehetett Mózesnek ez a történet? Két nézőpontja van a történetnek. De jó, bántott engem ugyan az én két testvérem, de Istennek van erről véleménye. Tehát egyrésztről megnyugodott Mózes, hogy engem az én jó atyám véd. Amikor benneteket támad és piszkál valaki, eszetekbe jut-e az? Így kezdtem az igét olvasni, nagyon érdekes, mindjárt mondta azért az Úr Mózesnek. Ha benneteket bárki bánt, Istennek az a gondolata, na itt vagyok ám én is. Nekem azért nagyon szép ez a történet, mert ugyan bántották Mózest, Isten gyermekét, aki nem akarta ezt az egész nagy terhet hordozni, de hát kellett, mert Isten ezt bízta rá. És őt megbántotta valaki, akkor ezt vigyétek el magatoknak ma tanulságul. Mindjárt van az Istennek erről véleménye, ha bárki benneteket bánt, akadályoz abban a szolgálatban, abban a munkában, amit ő bízott rátok. És azért nagyon érdekes itt látnunk azt, hogy Isten helyre teszi Áron és Miriam gondolkodását. Vannak, akik proféták, de Mózest én, a mindenható Isten, bíztam meg ezzel a szolgálattal, és szemtől szembe beszélek vele. Engedtessék már meg nekem, mindenható Istennek, hogy én Mózes bízzam meg feladattal, felelősségekkel, és engedjétek meg, hogy én vezessem őt. Ne ti irigykedjetek rá. Viszont Mózesnek volt egy másik nézőpontja is. Rosszul esett az, hogy az ő testvérei bántották, de mindjárt volt benne egy másik érzés is. Jó dolog-e az, ha valakire az Isten haragja felgyullad? Annak, akire Isten haragszik. Mózes már megtapasztalta azt, hogy Isten haragudott a fáraóra, és nagyon sok csapással sújtotta. Lehet, hogy Mózes elkezdett valamitől félni is a testvéreivel kapcsolatban. Szerintetek mi lehetett az, ha volt ilyen, amitől félt Mózes? Nehogy nagyon megbüntesse a két testvérét ezért a Jóisten. Nézzük meg, hogy hogyan folytatódik tovább a történet. Innen úgy lépünk tovább, hogy Isten szerette nagyon Mózest, és ezért azonnal ott volt mellette. A 10. verset fogjuk felidézni, Mózes 4. könyve 12. fejezetéből. Tehát Isten elment, ott hagyta őket, és így folytatódik tovább, és a felhő is eltávozott a sátor felől, és íme Miriam poklos, vagyis leprás volt, fehér, mint a hó. És rátekintett Áron Miriamra, és íme leprás volt. Nagyon érdekes,
Isten egy nagyon súlyos következményét adta Miriamnak ezért a bűnért. Nekem olyan furcsa, hogy itt minthogyha méltatlan lenne a büntetése Istennek, nem? Kik lázadtak Mózes ellen? Testvérei. Név szerint? Miriam. Áron és Miriam. És ki kapta a büntetést? Miriam. Miriam kapta a büntetést. Áron nem. Nem figyeltetek föl erre? Ismertétek ezt a részét a Bibliának? Igen. És nem érdekes az, hogy Áron nem kapott büntetést? A fiammal olvastunk, hát talán többen ismeritek a Moha bácsi meséit, vagy tanúságos történeteit, és ott az én bajom, a mi bajunk, van egy ilyen című történet. Az érdekessége ennek a történetnek, hogy volt egy kisrác, aki nem törődött azzal, hogy rendesen felöltözzön a hidegben, és azt mondták neki, hogy öltözzön fel, és már mindig mondták, és akkor ennek az lett a válasza ennek a kisfiúnak, hogy hát az én bajom. És akkor mondta neki Moha, ez a másik bölcsfiú, hogy hát olyan nincs, hogy az én bajom, mert ez a mi bajunk. És hát nem, az az én bajom. És akkor mondta neki Moha, hogy csináljunk úgy, mintha beteg lennél. Gyorsan megmérték a lázát, mire vitték a lázmérőt vissza a szülőknek, gyorsan feldörzsölték 38 fokra, kisfiú szépen ott feküdt az ágyba, orvost kellett hívni, teát kellett neki főzni, akkor az anyának le kellett mondani valamilyen élelemről, hogy a gyerekének tudja adni, az apa nem tudott tovább dolgozni, és mindenki ott végezte a szolgálatot, hogy a szegény kislegény, most nem jut eszembe sajnos a neve, ott beteg. És akkor annyira elszomorodott már ez a ágyban fekvő, tettetett beteg fiú, hogy tényleg minden ő körülötte forog, hogy azt mondta, hogy most már értem, mit jelent az, hogy nem az én bajom, hanem mindenkinek a baja az, hogyha egy valaki beteg. Ugyanúgy Áronnak is baja volt az, hogy az ő testvére Miriam lebetegedett. Isten sokszor nem úgy ad következményeket, hogy mindenki ugyanazt kapja, hanem akkor Áron, most akkor tessék, szolgáljál a testvérednek. Egy összefogásban voltatok, akkor most segíts rajta. Itt csak ennyit szeretnék megállni, hogy a lázadásnak, amikor mi Isten műve, vagy Isten gyermeke ellen lázadunk, a mi életünkre nézve szomorú következménye van. Viszont afelől is legyetek nyugodtak, hogyha benneteket ért igazságtalan vagy méltatlan támadás, előbb-utóbb Isten következményesíteni fogja azokkal szemben, akik benneteket bántottak. Ismeritek azt az ige helyet, hogy aki titeket bánt, az olyan, minthogyha az ő szemefényét bántja. Nagyon érdekes, megint egy tapasztalatot mondok el nektek, nincs közöttünk Zsolt, de egyszer a szemembe belement egy szilánk, egy flexkorong szilánk, egy beavatkozásnál, és elhoztak ide, vagy elhoztam magam ide pénteken, de már könnybe volt teljesen a bal szemem, és fölvittek az osztályra, mert csak ügyelet volt, és nem tudta kivenni a doktornő a szememből ezt, és ahogy kint ültem, így elkezdtem teljesen szédülni, tehát a szemét, hogyha valakinek bántják, az ájuláshoz vezethet sok ember esetében, és így kezdtem teljesen elájulni, és Zsolt így fölkapott, és elvitt egy ágyra, és letettek, mert mondta neki az orvos. Semmi más nem tudtam már csinálni, csak imádkoztam Istenem segíts rajtam. Fél perccel előtte érkezett Zsolt oda föl a kórházba, hogy tudta, hogy itt vagyok bent, és hogy meglátogatott. És fölkapott, és ahogy letett az ágyra, akkor tért vissza újra a látásom, hogy akkor mi is van, vagy hogy is van. Szóval ennyire zavarja Istent az, hogyha valaki benneteket bánt. Hogy akár képes ilyen következményeket is adni azok életében, akik benneteket bántanak. Nos, hát vajon elége ez a következmény arra, hogy Áron és Miriam belássák azt, hogy ez nem volt korrekt Mózessel szemben ez a következmény. Így a 11-es és 12-es verset kövessük figyelemmel az igéből. Mondta azért Áron Mózesnek, kérlek, Uram, ne tulajdonítsd nekünk e bűnt,
mert bolondul cselekedtünk és vétkeztünk. Kérlek, ne legyen olyan Miriam, mint a holt, amelynek húsa félig megemésztetik, mikor kijön az ő anyjának méhéből. Minek minősíti Áron az elébbi mondatait? Komoly bűnnek, bolondságnak. Hogy lehetett ennyi eszem? Nem tudom, ma e-mailes világokat élünk. Amikor gépeljük a levelet, aki internet előtt van és ismeri a számítógépes dolgokat, egy darabig nagyon jó leírni a gondolatainkat. Viszont van egy pillanat, aki ezt ismeri, legyen szíves, mondja meg a többieknek, ami után azon a levélen már változtatni nem lehet. Nagyon sokáig lehet változtatni egy levélen, de van egy pillanat, ami után már nem lehet rajta változtatni. Nem tudom, hogy ismeritek, hogy melyik ez a kattintás, vagy ez a gomb. Igen, ugye, amikor azt mondom, hogy küldés. És rákattintok arra a gombra, vagy arra, vagy az enter gombra, a Facebookon, vagy az enterre, onnantól kezdve azon változtatni nem lehet. És akkor elolvassuk ugyanazt egy-két nap múlva. És akkor gondolkodom, biztos, hogy így akartuk, biztos, hogy ezt akartuk üzenni. Nem kellett volna egy kicsit aludni rá, másként küldeni? De akik az életéveikben már többet éltek, azok esetében is ugye van olyan, hogy hát, ha most tehetném újra ezt, vagy ha most lehetnék fiatalabb, vagy ha újra kezdhetném ezt és ezt a napomat, akkor ezt egy kicsit másként tenném, vagy másként tettem volna. Hát erre a döntésre jutott Áron és Miriam is. És szerintetek ebben az volt bent, hogy hát nem kellett volna Mózest megbántani, és nem kellett volna Isten szolgájával ezt tenni, vagy azért mondták, mert hogy azért milyen rossz az, hogy most Miriam leprás lett. Hát ez nincs leírva az igében. Nem tudjuk pontosan, vagy én legalábbis ezt még nem kutattam ki, hogy miért mondták, de minden esetre Áron belátta azt, hogy ez egy nagyon bolond magatartás volt Mózesbe így belekötni az ő felesége származására tekintettel. Na akkor most kinek kell imádkozni Istenhez, hogy múljon el ez a betegség? Mózesnek, Áronnak vagy Miriamnak? Ugye nagyon érdekes ez is, hogy Miriam is könyöröghetne. Uram, bocsáss meg, nagyon nagy butaságot csináltam, segíts, hogy ez ne így legyen. Áron Mózesnek szól, hogy tegyél már valamit, mert végül is nem jól vannak a dolgok. Szeretném akkor a 13-as verset, hogyha figyelemmel kísérnénk. Kiáltott azért Mózes az Úrhoz mondván, Isten, kérlek, gyógyítsd meg őt. Ismertek a Bibliából olyan történetet, amikor az imádkozik a többiekért, akit bántottak tulajdonképpen. József, ugye mind Jézusnak az előképei. Itt jelen pillanatban Mózes, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekesznek. Aztán Józsefet említetted? Igen, nagyon jó. Van-e esetleg még más valaki, aki eszetekbe jut? Bizony, Jób is, így van. A barátaért imádkozott. Tehát milyen érdekes és milyen furcsa ez a dolog, és micsoda elégtétel az Isten részéről Mózesnek, és az Isten részéről nektek, hogy ti lehettek azok, amikor valaki megbántott benneteket, és ahelyett, hogy az elhordozásához kapnátok egy icipici erőt, jaj, Uram, valahogy kibírjam ezt az igazságtalanságot, valahogy kibírjam ezt a bántást, a helyet Isten azt mondja, nem, nem, te ettől sokkal több erőt kapsz tőlem, te fogsz imádkozni érte. Szóval ilyen erős önbecsülést kapni az Istentől egy embernek, amit Mózes megkapott, és amit Isten ma nektek felajánl, hogy ennyire erős legyen az önbecsülésetek, hogy ti Isten egyetlen, megismételhetetlen, kiválasztott gyermekei vagytok. És ezt talán már egyszer beszéltem arról, hogy Mózes, tudjátok, mekkora bűnt követett el az életében? Arra mondjuk, hogy talán a legnagyobb bűn,
gyilkosságot követett el. De Isten nem a múltatokra néz. Nem arra néz, hogy kik voltatok 5, 10, 20, 40, 50 évvel ezelőtt. Hanem, hogy tényleg tiszta szívből ragaszkodtok-e ő hozzá, és akarjátok-e az útjait követni. És ekkora védelmet kapott Mózes az Isten részéről, hogy képes volt arra, ugye így szólt az ige, kiáltott azért Mózes az Úrhoz mondván, Isten, kérlek, gyógyítsd meg őt. Ez annyira megindító, hogy ahelyett, hogy Mózes azt mondta volna, Uram, most már a családom is szembefordult, én ezt nem csinálom tovább. Nem bírom, kész. Te is láthatod, hát ennyit elhordozni, lázadozik a nép, alig bírtam ki a fáraót, és most meg még Miriam, meg Áron is. Hát ezt én nem tudom tovább csinálni. Ehelyett kéri Mózes a Jóistent, hogy gyógyítsa meg az ő nővérét, és hogy menjen minden tovább a régi rendje szerint. Szóval ehhez nem elég csak embernek lenni. Ehhez szükségünk van az isteni természetre. És aki erre képes, annak már van isteni természete is. Abban már benne él Jézus Krisztus. Ő már Jézus Krisztusban él. Nos, elhangzik egy kérés. És jön a pedagógia. Isten pedagógiájával fogunk találkozni a 14-es, 15-ös versben, ezt kövessük figyelemmel. Az Úr pedig mondta Mózesnek, ha csak az apja köpött volna is, ugye ez azt jelenti az ő arcára megszégyenítő viselkedés miatt, tehát avagy nem kellene-e szégyenkeznie heted napig. Ez azt jelenti, hogyha csak az apja szitta volna meg Miriámot, mert hogy Miriám rosszat tesz, akkor nem kellene-e szégyenkeznie hét napig, vagy heted napig. Viszont nem az apja büntette meg, hanem én, a mindenható Isten. Ha nekem kellett őt megbüntetni, ezért ezen a szinten elkövetett bűnéért, akkor én most mindjárt gyógyítsam meg őt. Na akkor most jön a pedagógia. Zárják ki hét napig a táborból, és azután hivasson vissza. Kizárták azért Miriámot a táboron kívül hét napig, és a nép nem indult tovább, még vissza nem hivatott Miriám. Nagyon érdekes ez a történet. Sokszor van olyan, hogy Isten azonnal leveszi a következményeket. De nem tudom, hogy most megint egy rövid tapasztalatot mondanék még nektek. Az anyaotthonban, ahol dolgozom, egy hölgynek műtétet kellett, nőgyógyászati műtétet kellett végrehajtani, mert elrákosodott a méhe, és úgy volt, hogy akkor minden rendben is lesz a műtét után. Igen ám, de az első kontrollvizsgálat alapján úgy tűnt, hogy akkor elindult az áttét. Tehát, hogy akkor a műtét után mégiscsak lesz újabb bonyodalom. Na, hogyha ez elkezd menni a májra, tüdőre, nem kell bemutatnom, vagy netán a csontokra, akkor onnantól kezdve ennek az asszonynak vége. Na, akkor húzódott az idő, akkor újabb vizsgálat. Az újabb vizsgálatnak nem jött meg időben az eredménye, meg még mindig nem jött meg. És akkor most mi van Istenünk? Mert hogy imádkoztunk fel, letette a dohányt, próbált igét olvasni, Bibliát olvasni, imádkoztunk vele is, meg ő is elkezdett imádkozni. Ötödikes a leánya, tehát neki szüksége van tovább még anyaként működnie, és képzeljétek el. Most ebben a teljes CT eredményben úgy tűnik, hogy nincs olyan elváltozás, ami rákra utalna. De eltelt a rák árnyékában több mint egy hónap. Úgyhogy egyszer már volt egy mentesítő műtét, ami alapján mindenki azt mondta, hogy most már rendben vagyunk, de jó. És utána jött az, hogy de nincs rendben, és ennek a lebegtetése is fönt volt egy hónapig. Vajon miért nem veszi el Isten azonnal a hibáink következményét? Azért, hogy gondolkodjunk tartósabban, és hogy jobban minden egyes nap, mikor Miriámnak fájdalommal kellett lefeküdnie,
felkelnie, lefeküdnie, felkelnie. Dobálták neki az ennivalót, hogy nehogy valaki valami fertőzést hozzon vissza ő tőle. Nem lehetett kint. Hát mert az, hogy valaki a sorok közül kint van a táboron kívül, senki nem foglalkozik vele. De hát a szenzáció, hogy a vezető testvére kint van a táboron kívül, és ki kellett neki menni. Tehát ez nagyon nagy megszégyenülés volt Miriamnak, és nem ült el gyorsan a történet. A mi életünkben is előfordulhat az, hogy Isten több ideig rajtunk hagy valamilyen következményt, de nem azért, mert nem szeret bennünket, hanem azért, hogy soha ne kövessünk el Isten művével szemben olyan hibát, ami akadályozna. És az zárszó pedig az, hogy Mózes életét, hogyha alapul vesszük, legyen olyan tanulsága számunkra, hogy Mózes isteni természet részese is volt. És mi imádkozzunk azokért, akik bántanak, mert az Isten mindig ott lesz velünk, és mindig védeni szeretne bennünket. Efézus 5.21 így hangzik, engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Nem az a kérdés, hogy ki a főnök, ki a vezető, hanem hogyha valamelyikünket a Jóisten egy területen vezeti, a másikunkat meg másik területen, akkor legyünk nyitottak arra, hogy megtaláljuk, mit szeretne az Úr a mi életünkben. Amen.